Ilyen különleges veterán autókkal találkozhatnak Nyíregyházán azok, akik ellátogatnak a Kálai házba augusztus 14-én szombaton. Révész Bálint egyedi gyűjteményéből 8 különlegességet állítanak ki az épület belső udvarában, ahol autószimulátort és részeg biciklit is kipróbálhatnak a látogatók. A belső épületben pedig kiállítással és interaktív programokkal készülnek. Szeretnénk a Kálai gyűjteményt bemutatni az ide látogatóknak, de egyben egy olyan családi programot is nyújtani, amely reggel 10 órától este 11 óráig kellemes körülmények között és jó programokkal fogják érezni magukat. Úgy tudom, hogy különleges veterán autó kiállításra is sor kerül, ez mit jelent pontosan? Így van, Révész Bálint úr felajánlásával, önzetlen segítségével kb. 8 gyönyörű szép veterán autót fogunk bemutatni. 1929-es a legrégebbi darab, és onnantól indulva a 40-es, 50-es, 60-es évek autói kerülnek itt bemutatásra. Ugyanakkor egy szimulátorral is szolgálunk majd az ide látogatóknak, ki lehet próbálni, hogy milyen személygépkocsit vezetni, még annak is, akinek nincs jogosítványa. Részeg biciklink is lesz, ez főképpen egy kicsit olyan biztonságtechnikai bemutató, ki lehet próbálni, mert itt mindent fordítva kell működtetni. Ezen a kerékpáron ugyanakkor kézmessörökkel kedveskedünk a vendégeknek étellel, itallal, tehát lehet itt ételt, italt fogyasztani, és este a nagy programunk, tulajdonképpen este 8 órakor a Tóth Andi Abrakazabra élő koncert lesz. A családi napon sokszínű programokkal várják a látogatókat. Az állandó és várostörténeti interaktív kiállítás mellett továbbra is megtekinthető a Vigyázz a csalók című Gávölgyi család hagyatékából megrendezett Rodolfo kiállítás. A családi nap ez tavaly is terben volt a Kálai gyűjteményben, de sajnos a pandémiás helyzet ez elvitte. És most egy olyan komplex programot szeretnének nyújtani augusztus 14-én, amelynek az alapja nyilván a Kálai ház, és az abban található kiállítások, az abban található kultúra, de mivel a szabadtér az embereket mindig jobban vonza nyáron, éppen ezért a szabadtéren szeretnének egy olyan élményt nyújtani, ami ritka, azt gondolom, Magyarországon, olyan autókkal, olyan környezettel és majd a végén olyan koncerttel, amelyre én remélem, hogy nagyon sokan eljönnek. Ugye arra azért felhívom a tisztelt látogatóknak a figyelmét, hogy a koncerten ugye maximum 500-an vehetnek részt a jelenlegi szabályozás értelmében, de a koncerten kívül a Kálai ház, mint kulturális intézmény szabadon látogatható, tehát az autók azok nyugodtan kipróbálhatóak, jöjjenek minél többen. A veterán autókiállítással egybekötött családi napra korlátozások nélkül várnak minden érdeklődőt. Az esti koncerten azonban csak 500 fő vehet részt védettségi igazolvány és lakcímkártya felmutatásával.